Ismered, amikor annyi dolgod van, hogy azt se tudod, hol kezd, és igazából semmire nincsen kedved? Na nekem a pont ilyen napom van, de most mennem kell terembe leforgatni nektek ezt a lábedzést, hogy még ma időben felmenjen. Az élet nem mindig arról szól, hogy mire van kedvünk, sokszor csinálni kell akkor is, hogyha nem vagyunk toppon. Úgyhogy azt mondom, szedjük szét ezt a lábedzést. Na, és ezzel itt is vagyunk a teremben, az első gyakorlatnál, ami nem más, mint a guggolás, nyilván bemelegítés után. Na, hogyha új vagy a teremben, és még sosem csináltad, akkor kezd akár csak a rúddal, tehát tényleg a rúddal gyakorolni maga a formát, hogy jól menjen maga ez a gyakorlat, és aztán viszont nagyon szépen fel tudjuk pakolni itt a súlyokat, mert ez tényleg egy ilyen mozdulat, ahol sok súlyt tudunk megmozdítani, és hogyha azt csináljuk, akkor az jó hatással van a tesztoszteron szintünkre is, ami jó hatással van az izomnövelésre. Tehát ez egy nagyon jó gyakorlat, de gyakorolni kell, hogy szép formával menjen, hogy jó mélyre le tudjunk menni, de közben egyenes hátat tartani, hogy a térdünk ne jöjjön túlságosan, lábuljunk elé, és hogy felfele kifújjuk a levegőt. Combhajlítás gépen, igazából nem feltétlenül erre gondoltam, amit most itt mutatok a videóban, a tervben tényleg arra gondoltam, amikor ültök, és mind a két láb mozog egyszerre, de szerettem volna nektek mutatni ezt az opciót is, mert igazából nem mondanám, hogy mindegy, de szinte mindegy, hogy melyiket csináljátok, a lényeg, hogy a combhajlítónkat akarjuk itt edzeni, tehát használhattok ilyen gépet, használhattok olyan gépet, amikor ültök, és mindkét láb mozog, vagy akár, ahogy most láthatjátok, TRX kötéllel is csinálhatjátok, hogyha a teremben ilyen nincs, akkor ilyesmi nem éppen drága, és lehet otthonra is venni, és akkor ezt akár otthon is lehet csinálni. Ha így csináljátok, tartsátok magasan a feneket, akkor jobban bejön a feszültség a combhajlítóba. A harmadik gyakorlat a lábnyújtás. Itt nem feltétlenül kell hú, de sok súlyt használni, mert hogy ez különben nagyon rossz értelemben a térdizületünkre mehet. Inkább csináljátok azt, hogy kicsit kevesebb súly, és amikor fenn vagytok, tartjuk a feszültséget, és aztán vissza lassan leengedjük. Lábujjhegyünket pedig magunk felé húzzuk, tehát úgy is állítjuk be a gépet. Ha eddig mindent jól csináltál, akkor igazából már most nehezedre esik normálisan állni, illetve sétálni, de azért még nincs vége ennek a lábedzésnek, még beépítettünk egy jó kis lábtológépet, ezt azért csináljuk, hogy még egyszer mindent kihozzunk a combunkból, hogy még egyszer szépen bepumpáljuk a vért a combunkba, és erre igenis nagyon jó a lábtológép itt. Figyeljetek rá, hogy tudatosan lélegezni, amikor felfele nyomjátok a súlyt, akkor kifújjuk a levegőt, amikor lejön a súly, akkor beszívjuk a levegőt. És még a végén egy jó kis vádliprés. Itt figyeljetek rá, hogy tényleg tudatosan, nagyon szépen mélyre lemegyünk, úgyhogy már nyúlik a vádlizom, hogy rendesen érezzük, ahogy nyúlik, és aztán, amikor felnyomjuk, figyelünk rá, hogy tényleg rendesen felmegyünk. Itt szerintem egész szépen lehet látni, hogy amikor már azt hiszi az ember, hogy hú, most fent vagyok, igazából még lehet magasabbra menni. Tehát tényleg próbálj rendesen a nagy ujjadra felállni, és akkor ez a lábedzés, majd még jön egy kis hasazás, de az egy külön videó, úgyhogy mindenképp iratkozz fel, hogy ne maradj le róla. Találkozunk a következő videóban. Közügyi itt voltál. Na csá!